Megkezdte a felkészülést a november közepén hagyományosan Budapesten rendezett nemzetközi tornára a magyar férfi jégkorong válogatott. A csapat keddi sajtó nyilvános edzése különleges pillanatokat is tartogatott. Először lépett ugyanis jégre a nyilvánosság előtt magyar címeres mezben a Ferencváros finn pontkirálya Rasmus Kulmala. Nagyszerű érzés, nagy megtiszteltetés számomra, hogy meghívót kaptam a magyar nemzeti csapatba. Remekül éreztem magam a jégen az edzésen, a srácok nagy részét pedig csapattársként vagy ellenfélként ismerem, úgyhogy nem volt nehéz dolgom, ami a beilleszkedést illeti. A válogatott mérkőzéseken mindig nagyobb a tempó, mint a liga meccseken. Kíváncsi leszek, milyen lesz a személyesen belülről megélni. Korábban csak finn junior válogatott élményekben volt részem, de úgy érzem, készen állok arra, ami vár rám csütörtökön. Kulmala az Erste Ligában mutatott teljesítménye már önmagában is elegendő volt ahhoz, hogy a Sean Simpson szövetségi kapitány vezette szakmai stáb kipróbálja őt a nemzeti csapatban, amit a válogatott másodedzőjeként is dolgozó Fradi vezetőedző Fodor Szabolcs tanácsai is megerősítettek. Jár ki a Sean Simpson, a szövetségi kapitányunk minden egyes meccse, ugye nagyon sok meccset néz végig, és ugye természetesen ő is konstatálta, hogy azért a Rasmus itt az Erste Ligában egy átlagon felül játékos. Ugye egy junior világbajnokról beszélünk, sajnos egyelőre még ez nem elvárható cél, úgymond a mi juniorjaink előtt, hogy ilyen helyezéseket érjenek el, de természetesen ugye nem is ez a cél, de hogy van egy ilyen lehetőség, hogy egy junior világbajnokot, aki tényleg nemzetközi szinten azt gondoljuk, hogy nagyon gyors és nagyon jól tud korcsolyázni, és itt van Magyarországon ez az ötödik szezonja Magyarországon, és akkor ezt ugye kár lenne ezt a lehetőséget kihagyni. Ugye és a szövetségi kapitány is úgy gondolja, hogy mindenféleképpen meg szeretné nézni egy nemzetközi szinten a válogatottba. Utána majd az egy másik kérdés, hogy mikorra lesz meg a papírja, hogy esetleg a VB-n szóba jöhet-e, és hogy be tudja verekedni magát a válogatottba. Néhány hete beszéltünk az edzőnkkel erről a lehetőségről, nem sokkal később pedig a szövetségi kapitány is felhívott telefonon, most pedig itt vagyok. A többiek azt mondták nekem, adjam magamat, ne akarjak más lenni, mint máskor, és élvezzem a lehetőséget. Én pedig megfogadom ezt. Egy picit már azért otthonának tekinti Magyarországot, ugye lehet, hogy még egy picit félénkebb a kamerák előtt, de már elég jól beszél magyarul is, szóval érteni nagyon sok mindent megért, beszélni is már egyre több jobban beszél, és ahogy mondtam, abszolút ugye lehet, hogy még azt mondhatjuk, hogy a második otthonának tekinti Magyarországot, de lehet, hogy ez egy pár év múlva akár meg is fordulhat. Házi pontkirályunk csütörtökön mutatkozhat be mérkőzésen is a magyar válogatottban. A Sárközi Tamás emléktornán a nemzeti csapat az olasz és az ukrán együttessel találkozik majd. Már jó ideje ez a hazai tornánk itt Magyarországon, és azt gondoljuk, hogy a magyar közönség megérdemli azt a tiszteletet, hogy megpróbálunk a lehetőségekhez képest a legjobb csapattal kiállni. Ugye nagy a verseny a csapatba kerülésért, van egy 30-35 fős keret, akinek ugyanolyan esélye van kikerülni a VB-re. Próbáljuk mindig a legjobb csapatot erre a novemberi tornára hazai környezetben, hogy a srácoknak is az egy nagy élmény, hogy a hazai nézők előtt, a családtagok előtt játszhatnak. Ugye sajnálatos, hogy most van egy jó pár sérült, de ennek ennyire amelyik magyar válogatott kilép a jégre, az a legjobb magyar válogatott. És ez novemberi tornára ez duplán igaz. Szeretnénk maradandót nyújtani itt a nézőknek, ugye a taktikai elemeket elsajátítani, még jobban gyakorolni, és készülni a végső célunkra, az, ami a szlovéniai világbajnokság lesz.